Hallott! Mi ez? Figyelj, elszaladt, előbb legugolt, azt táncoltam neki. Állj már meg! Állj már meg! Dini barátnőt keres. Le már leugrott inkább! Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudtok lebegő írást csinálni Minecraftban, illetve hogy hogyan lehet eltüntetni. Ugyanis korábban egy korábbi tutoriában már megmutattam, hogy hogyan tudtok ilyen lebegő szöveget csinálni. Azóta rendszeresen kapom a kérdést, hogy hogyan lehet kitörölni. Azt ugye nem mutattam meg. Hát egyébként nem nagy rejtély, mivel egy entitásról van szó, egyébként páncélállvány lesz, ezért kill parancsal kellett elpusztítani, de ezt meg fogom mutatni. Tehát a lebegő írásnak az a lényege, hogy van valamilyen entitás, ami át van nevezve és láthatatlan. Tehát nem látszik semmi a mobból, csak a neve, úgyhogy lebegő írás, ennyi a nagy trükk. Annyi, hogy azért érdemes páncélállványt használni, mert annak van egy nagyon jó varázstege, már van nálam gomb. A mob az hiába láthatatlan, attól még van hitboxa. Tehát hogyha én mondjuk egy falusit rakok, így, hogy ő lesz a láthatatlan, vagy a lebegő szöveg, a mögötte lévő gombot nem tudom megnyomni, mert ott van ő, hiába ha láthatatlan. Na tűnés. Ezért érdemes almostandet használni, mert neki van egy ilyen különleges tagje, ezt markernek hívják. Ez az egyik. A másik, igazából csak kényelmi funkció, de van rajta egy invisibility tag, ez a láthatatlanságát lehet állítani. Egy bombnak ugye a potion effektet kell beállítani, ez valamennyivel hosszabb, de hát ugye generátorokkal pikpak lehet gyártani egy ilyen parancsot. Illetve a másik két fontos tag, hogy egyáltalán legyen neve a mobnak, ez a costume name, ide kell beírni, hogy mi legyen a szöveg, illetve a costume name visible. Most átnevezem ezt a szegény falusit. Mondjuk ki is sajtnak fogom elnevezni. Ez a parancs szó szerint azt jelenti, hogy minden falusit nevezzen el sajtnak. Most ő sajt lett. Na most ugye alapból csak akkor látszik a név, hogyha ott van, ott a közelében vagyok és ráviszem a célkeresztet. Így látszik, nem látszik, látszik, nem látszik. És van egy tag, amivel ezt be lehet kapcsolni, hogy örökké látszódjon. Ez pedig a custom name visible. Ez egy logikai, tehát true, false, egy nulla, mondjuk legyen egy. Puff! És akkor most már mindig látom. Már csak láthatatlannak kéne tenni, de most nem írom meg neki a potion effektet, inkább megmutatom páncélállvánnyal. Na, szevasz. Armorstand, ezt idézünk, tehát summon armorstand, egyenlőre legyen itt. Kezdtünk nem, hogy mi legyen a kiírás, az lesz a kiírás. Kezdtünk nem visible, hogy látszódjon, egyet írok a rövidség kedvéért. Azt mondja, van ez a marker, hogy meg tudjam mögötte nyomni a gombot, és a invisible 1. Menjünk a gombot. Hát és tök jó magasabbra kellett volna. Ja igen, és a gravitációt kikapcsolhattam volna, hogy ne essen le. Na nem baj, akkor most megmutatom, hogyan lehet megölni. Per kill. Hát aztán mit, ugye, ha annyit írok, hogy egy kukac, akkor minden entitás, ugye megkadom, hogy hát én csak armor standet szeretnék. Égni, armor stand, de így most az összes armor standet kinyírja a pályán, ja, mondjuk csak ezt szeretném, ami legközelebb van, van egy ilyen tech, hogy C egyenlő 1. Ez a hozzám legközelebb lévőt nyírja ki. Ha kettőt írkok, arra hozzám két legközelebbit, és így tovább. Most csak az egyes, el is tűnik. Jó, tehát még egy teget érdemes beírni, ez pedig a no gravity. El is legyen egy. Megnyomom. Így most nem fog leesni, de mindig a komod fogva van. És ott a kiírás, tök jó, lehetne mögötte gomb, lehetne más szöveg, bármi. Ugye így kiütni nem tudom, ha van mögötte gomb, azt meg tudom nyomni. Ott van, kijelöltődik a gomb, meg tudom nyomni. Hát röviden tömören igazából ennyi. Hát nem biztos, hogy ugye oda szeretnétek megidézni, ahol épp a parancsot futtatjátok. Mit tudom én, mondjuk ide szeretném erre a gombra ezt a kiírást. Akkor érdemes úgy csinálni, hogy leolvasom ennek a gombnak a koordinátáit, ide ráviszem a célkeresztet, beírok egy parancsot, ami blokk koordinátákat kér, például set blokkot, és megnyom a szóköztab-ot, ezt kijelölöm, ja igen, ezek után biztos, hogy a kijelölést fogjátok kérdezni, lenyomom a shiftet, és egy nyilakkal szépen így kijelölöm. Aztán Ctrl-C, mint minden programban, idejövök. Itt is kijelölöm, lenyom a shiftet és a nyilakkal így lépkedek.
Ctrl-V, beilleszti, tök jó. Megnyomom, és ott van itt a kiírás. Hát egy kicsit feljebb kéne, az ugye a középső koordináta. 37,5 legyen. És féllel kell. Itt a tizedeseket ugye ponttal választjuk el. Még egy kill. Hopp, ez így már egész jó. Mondjuk szeretném, hogy közel legyen a gombhoz. Megnyomjátok az F3-at, jön egy ilyen csinos koordináta rendszer. A piros az X tengely, a kék az Z, a zöld pedig az Y. És látjátok, amerre mutat, arra növekszik az értéke. Tehát én most ugye növeltem az Y-t, mert a zöld az fölfelé mutat, fölfelé nő. Most a pirosat nézzük, az így erre megy, így, mert szeretném, hogy közelebb legyen a gombhoz, az az X tengely, arra felé mutat, tehát növelnem kell az értékét. Milyen számom most 969, akkor még felett hozzáadok egész 5. Jó, előtte kinyírom. Ja igen, entitásoknak kerekít, azért nem látszik. Entitásoknak kerekít, tehát hogyha én most így ennyit írok, ezt így 5-nek kerekíti, egész 5-nek, tehát most ide 70-et fogok írni, illetve 70,0-át, hogy ne kerekítse. Úgy, hát ez így már sok is benne van a blogban. Szóval el lehet így szórakozni vele. Amikor már csak ilyen tizedesekkel szórakoztok. Na ez így egész jó. És meg is tudom ide nyomni mögötte a gombot. Ha szeretnétek megváltoztatni a kiírást, akkor nem kell kitörölni, bár ha még megvan a parancs, akkor nyilván egyszerűbb. Lehet entity datával megváltoztatni. Mondjuk megint csak a legközelebbi almost end-t szeretném, na mindegy, a killből most kiveszem ezt a részt, ez a gyorsabb entity data. Tehát a legközelebbi almost end-nek a nevét, tehát a costume name, mondom name tagét, megváltoztatom arra, hogy ne kiírás legyen, hanem legyen az, hogy nem kiírás. Hú, de kreatív vagyok. És most már nem kiírás van ott. Szerintem kb. Mindent megmutattam. A színesen írást azt itt nem tudjátok beállítani. Sajnos a Minecraft ezt még mindig nem tudja. Színkódokat kell megadni. Igen, van rá egy wiki oldal. De valamilyen szerkesztőre lesz szükségetek, például MC Edit, ott megnyitni az entitást, és ott beleírni a nevébe a színkódot. Megnyitottam MC Editben a pályát, én a 2 beta 5-öt használom, itt van fölül a verzió, látszik? Nem látszik, jó. Tehát a bétát használom, nekem a 1.valahanyas verzió az bugos volt, nem volt hajlandó működni, úgyhogy most a bétával mutatom meg. Itt van az almost end, ott vagyok én is. Úgy. Itt oldalt rányomtok, hogy Inspect Entity, és rábögtök a... duplán kattintotok a páncélállványom, és akkor itt vannak a taggei, itt van ugye, hogy nem kiírás a neve, ezt most átszerkeztem, megint dupla klik, mondjuk arra, hogy alma. Így, most almának van elnevezve, itt fölül azért megnyom a save-et, megnyitom a pályát, és már alma is van ott. Nagyon megmutatom színnel együtt. A Minecraft wiki oldaláról kinézitek valamelyik szint a táblázatból, ott a legszínén van, hogy milyen kódot kell beírni. Én most mondjuk egy ilyen rózsaszínes almát szeretnék, az a light purple az egész jó lesz. Ugye ott van, hogy apostrof d-t kell írni. Az a shift plusz 0 és egy d betű. Így, né? És milyen szép színe lett az almának. Lehet ugye több szint is megadni, ahol beírjátok a színkódot, onnantól kezdve lesz olyan színű. Meg ugye a többi szövegformázást nézzetek körül az oldalon, lehet akár áthúzott is, vastagított is, stb. Na, azt hiszem mindent megmutattam már a lebegő szövegről, most már tényleg mindent tudtok. Használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon, te is köszönj el sajt!